És akkor, hogy rám zont a srác, egy kivégzőt orvott nála, és az becsúszott úgy a vértezetem alatt és a sak alatt, hogy végigjött alul a nyakamnál, bejött a számba, és keresztbe a szájpadlásom főső részébe az ingyenbe szúródott bele a vége. Üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót, ez itt a Builder Podcastnek a soron következő adása, és a mai részben egy igen érdekes témát hoztam, vagy egy idegen érdekes embert hoztam nektek, aki már járt Scitech Nutrition szaküzletbe itt Budapesten, esetleg a Mon Parkba, akkor biztos találkozott már a mai vendégemmel, Jarabek Lajossal, aki ugye táplálék kiegészítő szaktanácsadó, igen magas szinten, illetve emellett kaszkadőrként dolgozik. Üdvözöllek, Lajos, köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Vagyunk már 14-en itt a TikTokon is, itt a felvétel kedvéért mondom, hogy élőben a TikTokon ezt most közvetítjük, nyilván majd a YouTube-on ezt vissza lehet nézni, és kérdéseket tegyetek fel nyugodtan, itt megpróbálunk a kaszkadőrködésről, a miben létéről, és a hogyan lehet itt bekerülni filmekbe, meg milyen érdekes sztoriai vannak Lajosnak, ezeket itt megpróbáljuk majd kicsit jobban feltárni. Én nagyon szeretek Lajossal beszélgetni, mert bármikor kimentem az üzletbe, akkor volt valami jó sztoria témája, és hát csak ámulva hallgatom, hogy milyen nagy filmekbe szerepeltél. Honnan jött neked ez a kaszkadőrködés? Hát szerintem mindenkinek, aki az én korosztályban nőtt fel annak idején, tehát a 70-es években született, az beleszületett a Gojko Mitics, Vinetú, kalandregények, aztán jött a Schwarzenegger korszak, ugye Stallone, tehát mindenki, aki az időben volt fiúgyermek, akkor szerintem majdnem mindenkinek a fantáziájában, meg a játék rendszerében beépült az, hogy ő most katona, kommandós, indián, megment a világot, űrharcos nagyjából. De ez nekem is egyébként nagyon sokáig ez ebbe kiismerült nagyjából, és már az első kaszkadőr szerepésem azt hiszem egy diófánál volt, amikor egy labdát hoztam vissza, és a diófáról úgy képzeltem el, hogy úgy ugrok vissza a drótkerítésre, és 5 szaltóval. Aha. Ezt a mai tapasztalat alapján kivételezhetetlennek ítélném meg, akkor nem. Ennek az eredmény egy 2-es alkaltörés lett, ami egyébként nem fáj, de ez az első tapasztalatot, hogy a kaszkadőrünk a fájdalmas. Aha. De alaphelyzetben az első ilyen jellegű munkám, ami még nem kaszkadőr munka volt egyébként, viszont a velejéig megtanultunk mindent a filmezésnek a nehézségeiről, az a kérlek szépen a Herkules volt. Aha. Én akkor tértem vissza az első, nem is a harmadik világkupámról, Kempó világkupáról, és egy statiszta felhívással találkoztunk, miközben mentünk fagyizni a családdal. Mondta Krisz, hogy menjek be, csináljam meg, mi bajom lehet, tudod, hogy szereted az ilyen maraságokat. Bementem, lefényképeztem, egy héten hittem, később hívtak, és be is mentem a forgatásra, meg is jelentem, ahol relatíve gyorsan észrevették, hogy van mozgáskultúrám, tehát meg tudom csinálni feladatokat jobban, mint egy átlag statiszta, és néhány napon belül ott voltam a Background Fighter című kategóriában, ami tulajdonképpen a háttér, közvetlen háttérharcosai a kaszkadőr munkának a filmezésben. Uh-huh. És tulajdonképpen ott elkezdődött egy olyan 3 hónapos, a végén 5, de igazából az első 3 hónapot azt a Spátyon forgattuk, ahol én lakom, uh-huh. És egy kőkemény meló volt, reggel 3-4-5-től este sötét 8:30-9-ig egy kőkemény random munka, rohanás, küzdelem, ütlegelés, nyári nem, az egész forgatás alatt 2 nap volt az, ami nem kánikulai nap volt, és abból is az egyiket fél napot letoltuk. Tehát ott megtanultam nagyon sok mindent, amit nehézséget elviselni kell, és akkor tetszett meg ez az egész igazából. Aha, aha. Ezt szoktad mesélni, hogy hát itt is kékzöld vagyok, itt is egy kis zúzódás, ez a bordám is megrepett meg. De ez ilyen. Tehát ez a munka ettől népszerű, meg ettől tud lenni vonzó, hogy férfias, pasis, fizikálisan gyakran megterhelő, de nagyon látványos, és szerint nekem élvezetes munkát jelent. Aha. Alaphelyzetben. És azt kövezzem meg, aki nem úgy gondolja, hogy azzal a filmszínésszel együtt dolgozni egy jelenetben, akit 20 évesen báványoztál, vagy nézted a filmét szájtátva, vagy utánoztad a hajviseletét, vagy az öltözködését, aki ezt nem élvezi. Én élvezem még a mai napig, bár nem mai csirke vagyok, de bőm is ugyanon élvezettel állok be egy jelenetbe,
mint 8 évvel ezelőtt, mikor az első kaszkadőr jelenetet forgattam. Uh-huh. Én még mindig. És egyébként ehhez, hogy valaki kaszkadőr lehessen, mint hogy mondtad, hogy jelentkeztél egy valami statiszta szerepre, és ugye megvolt már előtte, ha jól tudom, te ketrec harcos vagy valamilyen kempót is, meg mindent csináltam. És abból indultam többféle kategóriában, mindent bele, tehát full kempóban, K1 szabályrendszer szerint is versenyeztem kickboxban is, és így volt azért tapasztalatom a kontakt sportokban, ugye, és abban, uh-huh. hogy hogyan kell ütni, rúgni, aha. meg hogyan kell ezt elviselni. És így egyből fölvettek, azt mondták, Stram, legény nem, vagy. Nem, ez nem így működött azért. Magában a filmezés, a Herkulesből szépen a lefektetett munkám az meghozta az eredményét a film végére, mert a film végre emlékszem, hogy az Origo stúdióban már 4 vagy 5 kiválasztott backgrounddal a kaszkadőrökkel dolgoztunk együtt egy jelenetben, akinek már azt mondták, hogy mehetsz, és már a kaszkadőrök se fújtak rá annyira, ha jelenetben ott voltunk. De akkor ez még elég élesen külön vált. De úgy utána azért ez úgy volt, hogy egyre több film jött be Magyarországra, ami hál' Istennek mai napig is így van. Egyre több amerikai, külföldi, francia, európai és magyar filmgyártás is egyre inkább föllendül, egyre több filmet kezdnek gyártani hazaiak is, és így egyre több a munka. Akkor kezdett föllendülni, és volt egy-két nagyobb jelenet, amiben kerestek több kaszkadőr, mint ami az akkori éppen aktív kaszkadőr mennyiség volt. És kerestek új arcokat, és abba sikerült bekerülnöm, és később elvégeztem egy kaszkadőriskolát is, és így egyre több filmbe hívtak, egyre több koordinátor ismert meg, egyre több munkát kaptam meg, és így kerültem be ebbe a körforgásba tulajdonképpen. Aha. Tulajdonképpen egy hétköznapi átlag sétáló ember is bemehet egy ilyen egy ilyen forgatásra. És figyelj, ha maga bizonyos skilljei, vannak bizonyos képességei, aha. van jó fizikális adottsága, van mozgáskultúrája, mondhatom, hogy miért nem, persze ez nem így működik. Ugye a kaszkadőröket a koordinátorok hívják azok alapján, amit ők tudnak, ismernek, vagy többi kaszkadőr ajánlás alapján. Aha. Tehát ez nem kasztingolással megy, illetve kasztingolás van, de azt már effektíve kaszkadőröket hívnak rá, és azok ül választanak ki, mit tudom, a keresett paraméterekből, karakterekben, méretre, fazonra, szemszínre, gyakran bőrszínre, tehát hogy keresnek fekete bőrű karaktereket, sötét bőrűeket, ázsiaiakat, fehéreket, esetleg megadják súlyra, mekkorának kell lenni. Bizonyos filmekben bizonyos harcos kasztokat megadott méret szerint kell keresni, amire egy magam méretű pali nem jó, mert mondjuk túl nagy vagyok. Aha. Vagy van, aki ez, valami ez meg kicsi. Aha. Tehát gyakran, ugye nekünk, amikor leadjuk a szívünket, akkor a pontos méreteknek kell szerepelni, aha. magasságra, súlyra, mellkaskörméretre, lábméretre, mert ha ne egyisten, vagy agyisten, valaki dublőr munkát szeretne, vagy kap, vagy lehetőség megvan rá, ott bizony centire szinte stimmelni kell azzal a színésznek a méreteivel, legalább magasságra, akinek a dublőr munkát megkapod. Aha. Ez egyértelmű, szerint Danny DeVito-nak nem én leszek a dublőr. Ugye ez valószínű. Pedig ez egy nagyon jó, hogy ezt így említed, mert erre szerettem volna egy picit kitérni, hogy milyen kaszkadőr, tehát a kaszkadőrök ugye egymáshoz viszonyítva és valamilyen hierarchiában dolgoznak-e, illetve hogy milyen különböző kaszkadőr kasztok vannak tulajdonképpen? Hát ez ugye a kasztok tulajdonképpen műfai különbségek vannak alapvetően. Vannak a gyalogos kaszkadőrök, ugye, akik ugye a közelharci jeleneteket, a zuhanásokat, a robbanásból való röpüléseket csinálják, ugye a rig munkákat. Tehát vannak a lovas kaszkadőrök, amire a magyarok nagyon-nagyon híresek egyébként, a jó lovas kaszkadőreinkről hihetetlen jó munkát végeznek, és akkor vannak az autós motoros kaszkadőrök. Mm-hmm. És akkor ez a három szakágban, ugye, amik természetesen szervesen együtt dolgozunk, hiszen nagyon kevés olyan jelenet van akciófilmben, ahol elkülönül ez a három szakág teljesen, hogy csak lovas jelenetek vannak, vagy csak mondjuk gyalogos kaszkadőrök. Mondjuk a legsűrűbben talán, ami külön, az a gyalogos kaszkadőr, hiszen a legtöbb, úgymond, kaszkadőrmunkat talán ők csinálják, hiszen egy átlag tévéfilmben, ha van egy esély és egy zuhanás, vagy egy gördeszkával csapódás, azt nem egy lovas kaszkadőr fogja csinálni, hanem egy gyalogos kaszkadőr. De alapvetően ezek a kaszkbeli különbségek vannak, a műfaji különbségnek uh-huh. nevezném tulajdonképpen. De
van, ezért van eljárhatóság. Van olyan lovaskaszkodó barátom, aki kitűnő gyalogos kaszkadőrés egyben. Tehát nem beszélve az autós, motoros kaszkadőrök között is nagyszerű kaszkadőrök vannak, akik úgy zuhannak, esnek, bonyóznak, hogy öröm nézni őket. Uh-huh. Tehát, hogy ez. De van akinek, mindenkinek van egy kis specialitása, amiben uh-huh. inkább szeret, vagy amiben otthonosabban mozog. Aha. Amíg szakmailag is nagyobb respektet szerzett, természetesen abban fog dolgozni inkább. Aha. Én nem mennék el lovaskaszkadőrnek, a számomra annyira magas szint a lovagonak hozzám képest. Megölöm én is a lovat, ha kell, de nem vagyok lovaskaszkodó megközelítőleg se. Tehát ezt nem is vállalnám, de nem is hívnak természetesen. Aha. Hát akkor kb. Minden szerepre van egy jól bevált ember, vagy itt a Zömében igen. Vannak munkák, amire például megadott emberek vannak, egy magasból zuhanásból, nem sok ember csinál 20-30 méterre zuhanásokat, ugye országokon belül is kevés van ilyen, bár sokan vannak, akik meg tudják, csak megvállalják. Meg a napságban ezt is inkább nem szabad zuhanásba csinálják, legtöbbször, hanem már igen, tehát megvezetett, ugye kontrollált zuhanásokat csinálom mindenhol. És ha elmegy valaki egy ilyen kaszkadőr suliba, már ugye kedvet kap ahhoz, hogy de jó lehetne dolgozni egy ilyen nagy hollywoodi filmbe. Ebben a suliban itt megtanítanak benneteket mondjuk ilyen felgyújtott ruhában rohangálni, vagy kiesni a kocsiból. Az megint különös, az megint, egy külön kategória. Aha. Az égés, pláne a teljes testégés. Azt nem tanítják, a szakmán belül áthathatja neked valaki. Ja, aki erre érdemesnek tart, és segít neked, hogy ebbe ezt megtanuld, de ezt nem tanítják effektív iskolába. Ott az alapokat fogják neked lefektetni, hogy kell esni, hogy kell zuhanni, milyen színészi mozgásk van, hogy kell járni, ami gyönös módon néha nagyon nehéz. Természetes módon járni a kamera előtt, van akinek egy... Bestresszelnek az emberek, hogy ott a kamera, és úristen, ne nézzek bele? Ez egy nagyon fontos dolog. Uh-huh. Vannak olyan kitűnő sportolók, nagyon jó fizikális képességekkel, akik hihetetlen jó mozgásúak mondjuk a maguk adott sportágában, de abban a pillanatban, hogy ezt kamera előtt kell megtenni, vége. Aha. Tehát lefagy abban a pillanatban. Most csak elrontja egy pillanatra a koreográfiát egy részmozdulatban, és lefagy. És azt gondolom, egy ilyen nagyobb költségvetésű filmnél, amikor valaki bakizik egy ilyet, azt azért nem nagyon kedvelik, vagy nem biztos, hogy visszahívják. Hát ez esetleg válogatja, stábja válogatja, de aki már bekerül mondjuk egy tényleg nagyobb hollywoodi blockbuster, vagy bármibe, vagy bármilyen nagyon nagyobb filmbe, ahol állistás, úgymond színészek vagy gárda van, ott azért ezek általában kipróbált kollégák, akik ritkán fordul elő ilyen, de mindenki uh-huh. hibázhat, emberek vagyunk. Aha. Tehát olyan nincs, hogy valaki százesést ugyanúgy csinál meg, ugyanad a precízen, mindenki egy kicsit hibázhat, de ez benne van. Tehát ez benne van szerintem a munkában. És egyébként benneteket... A vége jó legyen, örüljön a rendező, örüljön a producer, örüljön a koordinátor, akkor mindenki örül. Aha. És mindenki egészségesen jöjjön ki. Ez a legfontosabb. És egy ilyen forgatáson azokat a feladatokat, amit egy adott jelenetben meg kell csinálni, arra van egy kijelölt kaszkadőr, aki tartja a kapcsolatot a producerrel és a rendezővel? Vagy konkrét vannak a kaszkadőr koordinátorok, vannak a fightmesterek, annak, akik betanítják a fightokat, a koordinátor felelős az éppen alatta tartozó kaszkadőröknek a munkájára mindenképpen. Uh-huh. Ő tartja a kapcsolatot egyébként a rendezővel, a stáb többi tagjával, ő a mi vezetőnk. Abszolút. És akkor ők megálmodják a látványvilágot tulajdonképpen, hogy figyelj Lajos, most úgy kéne esned, hogy ez nagyon élethű legyen, és ott maradja a betonon, vagy nem tudom mi. Igen, hogyne, hát minden is tudnak, minket elmondják, mit szeretnek. Természetesen mindenkinek van egy bizonyos szabad mozgás a területen belül, de mindenképpen ő okézza le, hogy a végén, amit összerakunk bunyót, vagy jelenetet, hogy ez neki tetszik-e, stílusában, megjelenésében tetszik-e neki, a rendezőnek ez tetszik-e, a kamerák ezt hogy látják, milyen szögbe veszik fel. Ez egy összetett munka a legtöbb esetben. Van, ami 10-15 perc alatt összerakható, egy kisebb pofonosztás, de egy komolyabb harci jelenet, esetleg sok létszámmal, mindennel, ott azért ez napok, hetek. Uh-huh. Mire ez rendesen, hiszen egy rendes forgatási napon, egy 10 órás forgatási napban a harci jelenetekből, vagy egy komolyabb tömegjelenetből 3-4 perc, ami hasznos. Maximum. És azt egész nap forgatják ezt a 3-4 percet? Hát figyelj, a Herkulesnek a forgatása, ami általában mind 10 órás munkanapnak volt hirdetve, ott jóval többet forgattunk, általában 2-3 óra, akkor már túlórában voltunk, hiszen olyan korán kezdtünk, és annyira fontos volt a jelenetnek, a minden percenek a beosztása. Hát 3 hónapig vettünk csak egy csatát. Uh-huh. Egy csatát. Ami a filmben, azt hiszem, hogy 8,5 perc talán. Aztán. Tehát, hogy mire azt megvágod, mire az minden szögből úgy kerül oda, mire az mindenkinek tetszik,
Hát volt, hogy egy hetes jelenetet kitöröltek teljesen. Mert ne. Még se tetszett nekik. Az de durva. Egy hétig vettük fel. Az egy hét, és azt heti mondták, munka, az úgy kuka. Igen. Tehát, de ez mindig így. A művészi szabadság mindig ott van. Utólagos vágó munka mindig ott van, a rendező mit akar látni, az mindig ott van, a koordinátor mit szeretne látni, az akciórendező mit szeretne látni, ez mindig így van, ez egy hosszadalmas nagy team munka, amiben mi kis fogaskerekek vagyunk, és igyekszünk maximálisan oda tenni magunkat, hogy minden ott legyen, ahol kell, és lehetőleg 4 egészséges végtagja távozzunk. Amúgy ezeknek a külföldi nagy producereknek mi a vélemény a magyar kaszkadőrökről? Van nektek erről visszajelzés, hogy szeretnek benneteket? Alaphelyzetben úgy gondolom, hogy igen. Általában ők megmondják akkor, ha valami nem tetszik. Uh-huh. De azt is, hogyha igen. Ők nagyon tudnak, sőt, az itthoniak is tudják motiválni az embert. Elsődleges motiváció mindig általában azt szokták mondani az anyagiak, ami természetesen egy nagyon fontos motiváció. De amikor megdicsérik a munkádat, elégedettek vele, visszahívnak, az mindig jól esik az embernek, és mindig szívesen megy, én úgy gondolom. Uh-huh. Én szerintem mindenkit, én is dolgoztam a rendezővel, hogy aki komolyan a lelkesedés ragadt, az ő lelkesedése ránk, hogy szívesen dolgoztunk vele kőkemény jelenetekben is, mert hogy odafigyelt ránk, szívesen vágtuk oda magunkat, mert és a koordinátorok is így vagyok, hogy elhívnak, bíznak a munkámban, nekem nagyon sokat számít az, amikor bíznak a munkámban. Tehát, hogy csináld meg, jó, amit csinálsz. És amikor erről pozitív visszajelzésen, akkor persze, hogy az ember szívesebben csinálja. Uh-huh. Megnő a munkához való hozzáállás, önbizalmas, és minden jobban megy. És úgy látom, egyébként szeretnek. Nem jajong nagyon a magyar kaszkadőr, tehát, hogy nem nagyon szoktunk panaszkodni, hogy kemény a beton, vagy hogy hideg a víz, de általában az eredmény jó is. Uh-huh, uh-huh. Tehát a kollégák is maximálisan megtesznek mindent, hogy egy jelenet olyan legyen, ami ennek kell. De jó is, és hát ilyen csapattal meg jó is dolgozni. Ez tök jó. Még engem az nagyon izgat, vagy a kíváncsiság így ugye hajt, hogyha ilyen nagy sztárokkal dolgozunk, mint mondjuk, vagy dolgoztok, mint a Herkulesben a Dwayne Johnson például. Uh-huh. Ők hogy viselkednek egy átlag kaszkadőrrel? Tehát ők barátságosak, odajönnek, lekezelnek, szevasztok srácok, ezt szeretném, igen. Ne bántsatok, nem bántalak benneteket. Nem, hát nem. Ők egyébként a esetek 99%-ában tök jófejek és barátságosak, hiszen ez egy csapatmunka náluk, és mikor velük kell dolgozunk, természetesen rájuk nagyon kell vigyázni, véletlen se legyen nekik sűrés, vélesen érjünk hozzá úgy, ahogy nem kell. Köztük is van, aki tényleg hozzá se lehet érni, van, aki viszont elvárja, legyen kontakt, mikor megragadom, visszaem, rángatom, esetlegesen földre kell vinni. Akkor van, aki kifejezetten kéri, hogy igenis legyen élő szava, fogjam meg, rángassam meg, tekerjem ki a kezét. Persze vigyázunk mindig, tehát úgy ragadom meg, hogy kívülről úgy nézzen ki, és ez a kaszkadőrű munkának az egyik fontos alkotós pontja, hogy úgy nézzen ki, mintha. Tehát ez színház, kőkemény színház, kívülről nagyon élethűnek, véresnek, nagyon masszívnak kell mutatnia, de nem sérülhet meg senki, pláne nem színész. Akik meg tök jó fejek, oda jönnek, dumálnak, persze egyébként szinte mindig bemutatkoznak, oké, okay, hello, és akkor nyomjuk a jelenetet. Mm-hmm. Belenne, hogy be is kell nekik tanítani, mert ugye még ha dublőr is nyomja helyette a nagy részét a munkának, azért sokat dolgoznak ők is. Tehát, hogy arca vannak a jelenetben sokszor, és bizonyuk is lenyomják, ami nekik kell. Mm-hmm. És ők se panaszkodnak, hiszen ez a munkájuk. És jó fejek. Tehát tényleg azt mondom, hogy jó fejek. Azért nem mindegy, amikor úgy mész haza, és megkérdi a fiat, hogy mi volt a munka, és mondtam, hogy ma például Jason Momoa elvágta a torkomat. Azért ez ugye az évagányú hangzik. Melyik filmben volt ez? Ez a Dűnében. Aha. Dűnében. Tehát akkor igazi nagy sztárfilmekben, meg ilyen világszenzációkban szerepeltél, hogy egy ilyen ismeretlen ismerős vagy tulajdonképpen az embereknek. Volt már esetleg, hogy úgy megismert mondjuk a fiat, tudta, hogy ebben a filmben szerepelsz, ki tudta szúrni, hogy ott hát vagy? Van, ahol arccal is benne vagyok, tehát ahol úgy kifejezetten úgy vagyok benne, hogy nem maszkban, nem sisakban, hanem az arcom látszik, volt olyan film, igen, bár ő mindig azt mondja meg a kislány, hogy csak egyszer legyek jó karakter, egyszer legyek jó. Rossz karakter vagy általában? Hát én mindig, most ezzel ilyen a fejjel, ami nekem van, hogy őszintén soha nem leszek ügyvédbojtár, meg nem, bár voltam pap, ez is igaz, voltam pap. Ez igaz, egy vikinges sorozatban, de alapvetően mindig azért negatív figurákat, vagy gonosz ukrán behajtót, vagy testőrt alakítók, vagy... Vajon miért? Már abban is volt egy nagyon-nagyon jó szerep, amit szerettem. A Váltságdíj című kanadai sorozatban voltam, egy olyan testőr, aki farkassal
kínozza. Ezt akartam említeni. Ugye itt volt nem messze valahol, hát viszonylag nem messze, most rossz stúdióban vagyunk, vagy másik stúdióban, nem, de Kelenföldön, ugye? A hőerőműben volt, igen, aha, igen, ott volt ott egy jelenet, és igazi farkasokkal kellett dolgoznunk, na az egy nagyon nagy élmény volt, eleve imádom az állatokat, a farkas meg egy elég erőteljes személyiség önmagában is, és amikor elmentünk a farmra, ahol ugye a farkasokkal kellett dolgozni, a farkasokat nevelő férfi ember azt mondta, hogy menjünk be a farkasok közé, ne csináljunk semmit, majd a farkasok választanak. Ne. Mert hogy nem mi választunk, ők választanak, hogy ki akar odajönni, aki nem odajön, azt ne is nyújjunk felé, de aki odajön, az majd leül mellénk, és azokat nyugodtan hozzányújtunk. Komolyan ez így működik a farkán? Igen, tehát ők abszolút, ők választottak. Nincs szaguk. Ezt nem tudtam. Nincs a farkasnak szaga. Abszolút antiallergén. Legalább az első nap, amikor mentünk velük dolgozni, 2-3 órát voltunk velük, semmi szaga nem volt se a kezemnek, se a ruhámnak. Fantasztikus volt velük. Mondjuk átnéz rajta, mint a füstön. Aha. Tehát nem olyan, mint a kutya. Tehát, hogy egy kutyát tényleg nyalogatja a kezedet, oda jön, ők is barátságosak, de a tekintetük elárulja, hogy nem egy ligába játszotok. Tehát egy ligába játszotok. 3-4 napot szokta, aztán te 3 napot szoktattuk egymást, el kellett velem sétálni, futottunk, szokjuk egymást, egymás közelségét egymásnak, azt, hogy én fogom a pórázát, ott vagyok vele. Elmondta Zoli, hogy mire kell figyelni, oda ott lesz végén, mögöttünk 2 méterrel, bármi történik, én ne csinálok semmit, azonnal megy a farkasokra. És mondtam neki, mikor mondta, hogy hát előfordul jelzésképpen ráfogat egy picit a lábon, hogy kezem, hogy olyat csinálok, amit nem akarok. Mondom, és akkor mit csinálok? Mondom, fogják rá a nyakára, és a kezdett mosolyogni, hogy hát ráfoghatsz, csak hát a farkas a 180 fok meg tudja fordítani a fejét teljesen a hátához képest, tehát hátra tud fordulni, és sokkal nagyobb szögben nyílik a szája, mint egy kutyának, és úgy össze fog harabdálni, mint a tűzőgéppel harabdálnád, és mivel a szemfogai másfélszer nagyobbak, mint kifejlett juhász kutyának, valószínűleg mindenhol vénát fog, vagy verőeret fog fogni. Tehát nagyon csúnyán fogok kinézni a konfliktus keveredők, hogy ne csináljuk semmit, mert egyáltalán nem agresszívek, abszolút barátságosak, ez csak jelzés náluk, hogy tényleg finoman. És az egyik jelenet, amikor készültünk rá, véletlen a tumultusban, ahogy jöttek, mentek ott a kollégák, véletlen ráléptem a lábára, és rögtön egy picit, hogy bokámra fogott, hogy ennyi. Öreg elég volt. Ez itt jó is lesz. Tehát ennyi köszöni, ennyi volt a kontakt, de tényleg jó fejek voltak. És amikor meg kijött a farkas, énjük. Mert a farkas ok nélkül nem vicsorog. Tehát úgy nem vicsorog, hogy csak vicsorogjon. Nem lehet rávenni, hogy most vicsorog. Tehát villantani kellett neki egy húst, vagy valamit, amit elveszel előle, és egy szarvaslábot, egy combot hoztak be neki, hogy egye, majd elvette tőle a Zoli. Na azok a hangok, amik kijöttek a torkán, azért mindenken a hátán fölállt a szőr, még a csajoknak is a stúdióba. Tehát ott az nem kutyahörges volt. Úgyhogy de nagy élmény volt velük dolgozni, úgyhogy... Egyszer küldtél róla egy képet, ahogy álltok ott a fekete öltönyben voltatok, és fekete akkor öltöm, igen, ült melletted egy óriás. Igen, én azt hittem először, hogy ilyen husky vagy valami, és mondtasz, hogy ez farkas. Farkas, igen. Óriás, farkas, nagyon jó kép volt. Nagyon csip. Amikor bementük a Zolihoz a falra, a Horkai Zolihoz, akkor kérdezte, hogy hallottunk-e már igazi farkas üvöltést. Mondom, hát filmben, azt figyelj, elkezdett ő tutulni, és 3 másodperc az a teljes falka vonyított. Milyen kapcsolat van köztük? Ő az alfa, ugye abszolút. Hallod, tényleg borzongató volt, hogy az a 20-valahány farkasa van, az ott együtt elkezdett üvölteni. Tehát az annak volt sodrása. Úgyhogy vannak ennek a munkának ilyenfajta előnye is, meg azért az utazás is benne van sokszor, külföldre is el tud jutni az ember, az is élvezetes tud lenni. Meg hát tényleg mondom, nekem a mai napig az, hogy olyan színészeket tudsz együtt dolgozni sokszor hazai sztárokkal és külföldi sztárokkal, akit egyébként tévében nézel, és az, hogy a munkád minőségét azt megdicsérik meg, hogy azt mondják, hogy ez frankó volt, király volt, jó volt, kisántít, aztán mész haza. Igen, érdekes sztori, ugye múlt héten, mikor, vagy a héten beszéltünk, nem is tudom, hogy pontosítsuk ennek a podcastnak a részleteit, és akkor kérdeztem, hogy ráérsz-e meg, hogy vagy, és akkor mondtad, hát most itthon vagyok egy pár napja, mert agyrázkódást kaptam megint valami forgatáson. Igen, hát ez benne van, ez hál' Istennek, ez elmúlik, múló dolog, meg hát ez tényleg benne van. Ez van egy kemény sparring után is régen, mikor bunyóztunk, akkor bizony ilyen fejfájással mentünk haza. Itt is így van, rándulás, ficam, horzsolás, zúzódások, ezek benne vannak, hiszen az ember esik kell,
esetleg, és tényleg napi 8 órát mondjuk egy jelenetben, akkor annak vannak nyomai. Azért kell ezt jól csinálni, hogy ennek maximum ennyi nyoma legyen, egy zúzódás, egy kis kék-zöld folt, ami sárgul már itt-ott, akkor ez ennyi. Persze vannak esetek, amikor valami bibi van, és akkor esetleg van egy törés, az kellemetlen, hogy akkor az 6 hónap kiesés. Aha. És hát ennek a munka, ez rizikos ezen a részen. Tehát egy lóról leesés, egy ló legázol, ugye a Király című filmben, ahol lovasgázolások voltak csapatszámra, ugye a Ázsinkürti csatát filmesítettük meg Szilvásváradon, amikor ugye az utolsó egy páncélos hadsereg fölvette a harcot, ugye a lovas páncélos sereg, akkor döbbentek rá egyébként akkori hadvezetés, hogy ez már idejét múlt, mert hogy a dagonyás, saras földben beleragadtak a lovagok, és ezt kellett megfilmesíteni. Na, az volt még egy olyan forgatás, amikor tulajdonképpen a szerencsém múlott, hogy nem sérült meg senki komolyabban, hiszen kiszámítatlan a szögben, pillanatokban és helyszíneken tudtunk elesni, elsüllyedni, és jöttek be közben a lovak, vértezetben, mi is ott voltunk vértezetben, korabeli fegyverek, egymásra zuhantunk, tértficamok, könnyék. Nekem például rám zont egy srác a kavalkádban, ugye a nagy tömegbunyó ment a csatában, és itt elcsúsztunk, hát nem tudunk megállni. Tehát konkrétan én például belestem egy olyan lukba, ahol előző nap kamerálvány volt, ott mélyebb volt a sár, hiába tömték vissza, ez ugye laza volt, beleléptem, csípőjéig eltűntem, és onnan rám zontak oldalról. Tehát itt tartsd meg, itt nem tudsz jól esni, tehát itt malacodan egész egyszerűen, hogy mi történik. És akkor, ahogy rám zont a srác, egy kivégző tor volt nála, és az becsúszott úgy a vértezetem alatt és a sak alatt, hogy végigjött alul a nyakamnál, bejött a számba, és keresztbe a szájpadláson főszer részébe az ingyenbe szúródott bele a vége. És ott annyit tudtunk csinálni, én ordítottam, amennyire tudtam, hogy tartsd meg magad, ugye, én próbáltam őt eltartani magamtól, hogy ha még valaki ráesik, és mélyebb húzódik, akkor jobban belén tud szúródni. És akkor ezen izgultunk, hogy mikor jön a cut, hogy primár próbáljunk feltápászkodni, mert nem szétcsúsztunk a sárba, megállni se tudtunk, hogy fekvésbe, semmi. Úgyhogy az ott még egy igen élvezetes dolog volt, meg ott voltak nagy lovasgázolások, ugye amikor a páncélos lovagok neki rohantak a gyalogosoknak, akik dárdával térdeltünk, és akkor 3-4 sorban fölálltunk ugye a vértezetben, a lovasok meg ránk vágtattak. És hát ott azért röpültünk rendesen. Uh-huh. És akkor az egyik alkalommal ugye elröpültem, hogy a ló elgázolt, kelünk ott föl többen, és próbáltunk úgy fölkelni, mint ha tényleg elgázolt volna egy ló, egy 600-700 kilós páncélozott ló elgázol, és akkor mondja az egyik rendező külföldi, hogy hát pattanjunk fel gyorsabban. Mondtam, hogy okay, de mondom, szerintem egy páncos lovag elgázó lóval, mondom, azért nem úgy kellek fel, mint a Kejfej Jancsi, de azt persze csináltuk, amit mondtak, de jó is lett a film egyébként. Uh-huh. Én úgy gondolom, úgy mondom, visszanézve, bár azért köpködtünk rendesen, ott sarat vért mindent azokon a forgatásokon rendesen. Erre hogy lehet felkészülni? Nem csak testileg, lelkileg is. Tehát van valami rutinod neked, hogy ha tudjuk, hogy a következő filmben mondjuk lesz verekedős jelenet, és mondjuk bottal megvernek, vagy valami, erre lehet készülni? Persze, mert azért ez koreográfia. Tehát igazából pontosan bunyó jeleneteknél szinte minimális a sérülés veszély, hiszen mindent lekoreografálunk, és mindent begyakorolunk. Ott előfordulnak sérülések, de minimálisok. Például egy színész, mikor csináltuk a bent említett farkasos filmben a közelrassz jelenetet, ott például kérdezte a színész, hogy lehet kontakt, mondja, legyen kontakt, mert jobban tudok reagálni nyugodtan. Hát ő adott kontaktot. Aha. Tehát olyan erővel csapott rá a kezemre, egyébként nagyon ügyes volt a srác, tanult ő botharcot, és olyan erővel csapott az alkalomra, hogy a fegyvert, amit el kell tejtenem, a másik szobába találtuk meg, konkrétan. Tehát, hogy, és ott ezek bennem, de ennyi maximum, hiszen ott én nem érhetek hozzá, mikor együtt kaszkadőrök, ugye, kollégálisan ezt begyakoroljuk, tehát minimális a sérülés. Inkább abból van általában rizikófaktor, amikor az ember triggelik, magasabbból zuhan, messzebbre rántják, lóval van kontaktja, tudod, nagy csata jelenet van, ahol kiismerhetetlen szögből másodpercek ott vannak változások, Herkules például, vagy a király, ugye, amit említettem, vagy Last Kingdomban, ugye a viking sorozatból is rengeteg csata jelenet,
ott azért ez sűrűben előfordul, ahol ilyen korabeli fejszékkel, pajzsukkal ütjük, verjük egymást, és esetleg a kamera közelben van, ott nem lehet mi smásolni, nem lehet azt mondani, hogy csak közel megyek a kollégához, hanem ott néha oda kell csapni, ott előfordulnak új térd, ugye, hogy összecsapunk egymással, sérülések és repedések előfordulnak, de hát ez benne van, és hát ezt azért ettől függetlenül, mint mondottam, élvezzük azt, hogy itt bunyó van, mozgás van, korabeli kosztümbe. Szerintem ezt a legtöbb srác, aki ebben dolgozik, ezt élvezi, tudja kezelni. Nem jelent lelki nyomást, inkább szerintem spiritet jelent. Aha. Tehát én is legalábbis úgy vagyok vele, hogy a kamera előtt még inkább kijön az exhibicionista énem, nekem legalábbis, és ott ez nekem tök jó érzés, mikor látom, hogy ott a kamera. Volt a jelenet, amikor például meg kellett halnom közvetlen közelről, mutatták az arcom, és akkor kérdezte a rendezőnő, hogy akkor nyitott szemmel, mondom, az jó, mert az sokkal élethűbb, amikor egy folytásból nyitott szemmel, ugye, halok meg látványosabb kamerának. Jó, meg lepróbáltuk, tetszik, oké, menjen, nyomjuk, és akkor jött az éles jelenet, folyt a színész, mint az őrült, én ugye zihálok, hörgök, megyek le, szép lassan megfolyt, és akkor van egy rész, amikor mint eltörni nyakamat a végén, és úgy maradok. És hogy kijött alólam és lelökött, hogy átfordította, földet a szememre rúgta, a nyitott szememre, de nem csuktam be. És fölállt, ellépett, mondott, és mondták, hogy kát, és még hagytam egy-két bitet, hogy akkor várok, és valamik már emelte a kezét, hogy mediket hívjon, és mondta, minden oké. És mondták, hogy ó, tehát, hogy annyira jól nézett ki tényleg a közelről a fejem, hogy a föld is rajta volt a szememen, hogy azt hitték, hogy tényleg baj van. Ez hogy lehet? Hogy tudod ezt megcsinálni? Automatikus reflex, hogy becsukod a szemed. Igen. Valószínű most rúgnak bele, akkor valószínű most is becsuknám, de ott per pillanat, amikor... Full belejelted magad akkor. Igen, nekem, igen, tehát hogy nem is, tulajdonképpen nem is jelentett akkor per pillanat nehézséget, de azt tudom, hogy másnap reggel is föld jött ki a szememben, mikor mostan. Tehát, hogy, de szerintem nagyon sokan vannak ezzel így, hogy akik filmben dolgoznak, akár színészként, akár kaszkadőrként, azok mikor jelenetben vannak, akkor maximális a fókusz, és akkor működik jól a sztori szerintem. Ezt nektek egyébként előtte megmutatják a forgatókönyvet, vagy van egy speckó forgatókönyv a kaszkadőröknek, ami annyira... Van storyboard sok helyen. A storyboard? Storyboard, na, és akkor le van írva, hogy mit akarnak. Természetesen el is meg is mutatják, ami persze mindig változhat. De ez hogy mutatnak ilyen képeket? Szó szerint van, volt film, rendesen volt Franco storyboard, meg is mutattak rajzzal mindennel, és akkor utána pedig jön a kidolgozás a jelenetek élőben. Uh-huh. Hát ugye például volt annak idején a Herkules, abban volt egy olyan karakter, ugye a Rézuszok, ugye minden három harcos karakter voltam a Herkulesben, és a Rézuszok azok ilyen kátránnyal leöntő tarasztóhajú, és az eredeti sztoriban nekik füstölt a fejük. Tehát még a storyboardban még úgy volt, hogy nekik itt ilyen kis égő, parázsló, füstölgő volt a fejük búbján, valami kis, nem is tudom, tartály, nem is tudom, minek nevezzem, de aztán elvetették, mert nem tudták technikailag megoldani, hogy ott abból legyen futás, bonyó esés, hogy ez ott legyen a fejünkön, és akkor csak le voltunk kötve egy mindenki által nagyon szeretett ragasztóval, aminek az volt a különlegessége, hogy rohadtó ragadt. És mivel minden nap más keveréket csináltak, eltérő arányba, ez néha nem jött le rólunk. De ezt úgy képzeld el, hogy... Ebbe aludtál ott van, akkor... Hogy? Nem lehet sminkben, nem lehet hazamenni, pláne ilyen különleges sminkben, hiszen nem lehet látni. Erről külvileg nem kaphat képet, hogy fogsz kinézni. Ezt aláírjuk, mikor elkezdődik a film titoktartásit. Nem mehet ki kép, semmi. És le kell mosni. És akkor ott tűz benne a sminkben, jönnek a sminkes lányok, akik nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, és ott ülnek, hogy jöjjön le. Mert dörzsölik mindennel, és ott van rajtad a... Ez tulajdonképpen festéke meg ragasztó összekevert művér volt, ami úgy ránk ragadt, hogy a végén az volt a terminológia, ami már kínunkban röhögtünk, hogy nem tudtak mit kitalálni, hogy nedves törőköző be a mikróba, izzásig felhevíteni, hogy jó forró legyen, azt ráborítani a festéke borított részt, ami a fejed, arcod, vállad, nyakad, hátad, amennyire tudja oldja, borotvahab, ezt elkezdeni dörzsölni, és akkor talán lejön. Voltak napok, amikor pikpak lejött, és volt, amikor 40 percet dörzsöltek, és nem jött le. Jézusom. És oda jött egy csajszi, azt mondta, majd ő. Elkezdte dörzsölni, és elkezdte, hogy látja, hogy valami folyik a hátamon, és mondta, hogy elindult, mondom, szerintem az nem a festék.
és kitörzsölte a bőrt. Igen, igen. Tehát, meg kell szenvedni akkor ezekért. Igen, de összességében. És akkor másnap mész, ugyanarra a sebre ráfújják a következő. 3-4-4-kor ott kellett lenni, és akkor kapod a spangetet. Van, hogy éjfél után érsz haza, hajnalban már megint ott vagy. Igen, hát kaszkadőröknél már, sőt, általában úgy van, hogy a kötelező pihenőidőt meg kell adni, vagy meg kell váltani anyagilag, de azért ez néha összefolyik, de azért általában megvan. Ott a Herkulesnél ez egy különleges dolog volt, mert egyrészt én akkor még csak statiszta volt, ami még akkor is a background, de az azt jelentett, hogy ilyen nem foglalkoztak. Tehát én nekem annyi szerencsém volt Pátyjal, hogy én hamar hazaértem, ott volt a forgatás. Aha. Viszont amikor az Origóba dolgoztam, akkor én jártam a legmesszebb, ugye az kín van, ugye Foton, és volt, amikor bizony dolgoztunk, éjszaka jelenet volt, és az bizony gyakran összeértek volt, hogy 3 órát aludtunk összesen 2 nap alatt. Az igen. És akkor ugyanúgy menj ki hidegbe, ugye nyáron a meleg volt a probléma, de vastagon. De hát, mit mondottam, ez ezzel jár. Igen, ezre most így nem is gondoltam, hogy télen igen, fázunk, de akkor maximum felöltözünk, bemegyünk. Ha fél tudsz. És, ja, és mi de van? Ha tógás jelenet van, ágyékkötős, hát... Azt nehéz kivédeni, amikor mondjuk messzebbről vesznek egy tömegjelenetet, és akkor fővehetsz testszínű harisnyát. Volt, aki ezzel üzletelt, emlékszem. Szerezte valahonnan fű alatt az olcsó testszínű harisnyákat, és akkor mindenki vette föl. De amikor a kamera közelében vagy jelenetben, akkor azt nem használhatod, hiszen látszik. Uh-huh. És akkor bizony, mit tudom én, 2 fok van, és akkor forgass abba, tudod. De hát ez van. Ez kell szeretni, aki ezt vállalja, tudod? Ezt kell csinálni, de mindig megoldjuk azért, hogy jól működjön a sztori. És testedzés téren tudsz erre készülni ezekre? Vagy milyen edzés módszert használsz arra, hogy a tested ezeket az óriási terheléseket el tudja viselni mind a környezeti tényezőknek? Tehát van-e olyan, hogy nem tudom, szaunába edzel, nem tudom, hülyeséget kérdezel? Nem, egyébként amit mondasz, nem. Én nagy híve vagyok a hidegterápiának. Nem azért, mert a regenerációm jobb lesz, mert én úgy gondolom, nagyon sokat utána néztem ennek a mostani hidegvízes meg jegesfürdős dolgoknak, és megosztanak még a szakmai vélemények is erről, hogy maga a regeneráció képességét, vagy a sebességét, vagy a minőségét annyival javítja. Én magam részéről úgy gondolom, hogy az izomregenerációra még mindig szerintem egy kiadós, megfelelő táplálkozás és egy jó alvás szerintem a legjobb. Az megint más, hogy biztos, hogy a mikrosérüléseket egy hideg vizes fürdő elképzelhető, hogy gyorsabban regenerálja. Érzésre nagyon kellemetlen, próbáltam azt is. Ami viszont tök jól bevált, és azt évek óta használom, az általános hidegterápiát, tehát, hogy tudatosan keresem a hideg részeket az életembe, tehát, hogy kimegyek alsónadrágba, az udvarba, én mindig hideg vízbe tusolok otthon, amitől hülyét kap a család. És hideg, tehát meg se nyitott a melegvizes csapot? Nem. Az első 10 másodperc még kellemetlen, úgy mondjam, vagy ezt is mondhatnám, hogy eszméletlen szar, de utána nem. A hátam a legrosszabb, azt hagyom a legvégére, de mindig hideg vízbe fürdök. Ennek van egy csomó előnye, nagyon ritkán vagyok beteg. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik hozadék annak, egyrészt vastagon vitaminozok magam. Ennyi idősen már a táplálék kiegészítők köréből leginkább a vitaminok, ásványanyag, nyomelemek azok, ami nekem a legfontosabb, én úgy gondolom, meg egy-két aminósav, mert az kell, az apró pici rendszert kell, ami ezt működteti, mint a kocsiba a víz meg az olaj, szoktam mondani a vitaminra. Nem tűnik fontosnak mennyiség alapján, de mégis ha az hiányzik, akkor összeomlik előbb-utóbb az egész rendszer. És a testemmel is így vagyok, hogy általánosan karban tartom. Közel sincsenek akkor edzéseim, mint régen. Hát valószínű, hogy ennyi idősen például egy válogatott kickbox edzőtábort nem bírnék ki több, mint valószínű. Hogy szerintem 3-4 napon azt mondaná testem, hogy anyád, mert hogy ugye ott éles kesztyűzések, napi 3 edzés kőkeményen. De rövid ideig még tudom ezt tartani, tehát például a Dűnében ott az első időszak az ilyen volt, mint egy válogatott keretedzés kőkeményen. Viszont a mikroedzésekkel, és ez, hogy minden nap csinálok valamit. Tehát én minden nap valamilyen terhelést adok a testemnek, hogy nyújtok, stretchingelek, futok, erősítek, zsákolok, zuhanok. Tehát valamit minden nap csinálok. Különösen, hogy próbálom mindig magam fejleszteni valamiben, és ezért ezt kordában kell tartani. Pláne akkor, hogyha tudod, hogy mondjuk egy olyan film, amiben sok munka lesz, akkor legalább a köztes időben a mikroedzések tudnak segíteni. Ez nekem életmentő, szerintem nagyon sokan embernek, akikkel az üzletben találkozok a SciTech boltban, és mondják, hogy nekik nincs idejük edzeni. Én rögtön mondom, hogy
Ez nagyszerű, de erre is van ötletem. És a mikroedzések, azok fantasztikus megoldást nyújtanak erre, hiszen van, amikor nincs nekem több időm, mint 15 perc. Mert tudom, hogy ha hazaérek a melóból, le kell feküdnöm, ki kell magam pihenni, hogy másnap újra fókuszáltam, fejbe egybe kell lennem, mert testem az fáj, az nem úgy, azt megszokja az ember, de fejbe ott kell lennem a jelenetben, hogy meg tudjam csinálni, ne sérüljek le se én, se a társam, se a színész. Ezért pihennem kell, amennyit tudok. Ezért az edzésnek bele kell férni, de rövidnek kell lenni. Ezért én a mikroedzéseket, amik mondjuk egy kis átmozgatásra 15-20 percben megoldom, vagy mondjuk a boltban a kihívásom, amit most biztos örömmel fog hallani a vezérkar, de más kimegy 5 percet cigarettázni, én mondjuk a 10 órás munkámban, ebéd előtt kimegyek, és a szemközti street workout barba 5 perc. Tehát 5 percben, ami belefér, húzódkodás, tolódkodás. Uh-huh. 75-75 a rekordom 5 perc alatt. Az igen, az nem sem. Visszamegyek, átmozgattam magam, megeszem az ebédemet, van, aki cigarett többet költ el időben, még kimegy egyet dohányozni, tudod. Az biztos. És ezek amik kordában tartják, mert ha megvan egy alap mozgáskult, egy alap fizikum, akkor azt fenntartani már sokkal könnyebb a rövid edzéseket. De mindig egy picit adj magadnak ebből. És ha valaki esetleg csak annyit tud az életéből ebben fordítani, mint egyszerű civil apuka, akkor fogja magát, és én például a film előtt, nálunk minden este mozi est van családban, az a szent és kikerülhetetlen, minden este 8:30-9 között család elkezd filmezni, akár otthon vagyok, akár nem, és akkor valamit néznek. Én is leülök, és akkor, hogyha tudom, hogy aznap még nem volt semmilyen kínzás a részemről, akkor előszem a gumiköteleket, és a nappali szélén elkezdek csinálni gyakorlatokat, fél órát végzek el, 40 perc alatt, utána megvacsorázok film közben, és jut is marad is. Uh-huh. És ezzel tök frankon össze lehet tartani. Persze, amikor nagyobb kört megyek, mondtam, pálykozni megyek el, az 2 óra lesz, legalább 3 óra, vagy ha kollégákkal gyakorlunk egy kis bunyót, akkor az megint nem 10 perc, de az megint más, ez egy szakmai uh-huh. dolog. Uh-huh. Össze szoktatok járni amúgy így a kaszkadőr kollégák a privát életben? Igen, így van. Vannak közös edzések, így van, illetve vannak filmek, amire rá kell készülni, akkor ugye vannak kifejezetten bootcampek, amire akkor bemegyünk, és rendes 8-10 órában gyakoroljuk a erre való munkát, akár különleges katonai mozgást legyen, amit a élesbe kell bemutatni, akár egy olyan koreográfia, ami hosszadalmas, bonyolult, több emberes, akkor ez bizony össze kell gyakorolni nagyon alaposan, az jó nézzen ki, de az fölér egy edzéssel maximálisan. Hát, 10 órás szamuráj vívás gyakorolni, az hidd, hogy fárasztó. Uh-huh. És akkor csak a lesújtásokat gyakoroljátok? Sújtások, koreográfia, formagyakorlat, alapmozgások, jógamozgás. Olyankor az ember egy kicsit, pláne, hogy olyan tanárod is van, aki ezt betanítja, például Roger Yuan, ugye, aki híres filmszínész volt, illetve kaszkadőr koordinátor most már, és fightmaster, aki utána maximális megköveteli azt, hogy igen, és kickbox munka, alapgyakorlatok, rúgások, jóga, nyújtás, és hozzá. Hiteles is általában az, amit a néző elvár szerintem a moziba, az a vér és a könny, ugye, ahogy szokták mondani, mert azt akarja, hogy ott a színész meghalljon úgymond a porondon, És ami részben mondják, akkor hogy hol láthatlak téged, és mondtam, hogy sehol, mert ha megnézed egy akciófilmet, sőt, ti is, gondoljatok végig, mikor egy akciófilmet néztek, mit néztek? Soha nem az arcát nézzük, a főhőst nézitek. Igen. A főhős mozgását, hogy mit vág, hogy hull az ellen, de igazából mi csak ott úgymond a köretet adjuk az egésznek. A hús az mindig a színész. Mi a köretet adjuk, és mi hullunk darabok, mi zuhanunk be, mi halunk meg, de az igazából az összkép, ez nagyon-nagyon kell, de az arcunk az szinte sose figyelsz oda, arra megnézed, mikor én is, mikor a cűfébet nézek, sose azt nézem, hogyha kivezetteni, megnézem, hogy hú, ott tudom, hogy ismerős kolléga vagy, akkor nézem, hogy mit csinálta, tudom én, a Miki, vagy mit tudom én, de alaphelyzetben ugye mi is azt nézzük, hogy élvezzük a jelenetet, és akkor nem a összpontosít, hogy a 14. kaszkadőrt agyolövik egy Mosberggel, és akkor kiszakad a falon, hogy az ki volt, meg hogy esett, kiszakadt, úristen, de jól nézett ki, ennyi. Tehát, egy másik érdekes dolog, ami lehet, hogy úgy mindenkinek egyértelmű, de mondjuk ezeket a filmeket nem kronológikus sorrendben veszik ugye föl. Nem. Hát mert hogy egyszer fölveszik, talán a végét veszik fel elsőnek, vagy nem tudom mi, meg tudjátok élni így a sztorinak a teljes egészét, vagy akkor tényleg csak arra a jelenetre vagytok be? Van, amikor nem is tudjuk, hogy mi volt a film vége.
Tehát, hogy sőt, van egy nagyon sok, csak egy jelenetet megyünk oda, amiből nem is tudjuk, hogy volt a film sztoria, mert mondjuk a film nem egy akciófilm, csak egy film, amiben van egy agresszív harci jelenet, vagy csak egy verekedés, vagy elögdösödés, vagy egy kizuhanás egy ablakból, bármi. És akkor gyakran nem tudjuk a teljes sztorit. De amikor mondjuk egy filmben mondjuk kortangént részt veszel, és végigviszed a filmet, akkor ott általában azért tudjuk, hogy mi történik, bár néha szánt szendékkal ők sem mondják el a végén a happy finish-t, vagy hogy aha, mi a vége. Aha. Tehát egy véletlen sem mondjuk el, mert ugye aláírjuk a titoktartási nyilatkozatot, de azért bennük is van egy óvatosság sokszor, amit egyébként meg is értek, hiszen ez elég drága mulatság. Ez egy nagyon drága mulatság. Lásd azt az úriembert, aki Hollywoodban okosan, nem tudok mit mondani rá, a komplett kész kópiáját kilopta, azt hiszem talán a Feláldozható kettőnek. De úgy, hogy kész állapotban. Tehát nem egy mozi változat, ami fővett egy orosz moziba, filmkész, gyönyörű, tiszta állapotban kilopta, és megosztott egy ilyen megosztó oldalon. Mindenki megnézte a világon. Mindenki. És ez annyira kiakasztotta a gyártókat, hiszen tulajdonképpen az egész munkájukat dobta a kukába. Hiszen nem került még filmbe, de filmminőségbe föltette. Ebből FBI nyomozás lett. Kiderült, megtalálták, börtönbüntetés, konkrétan, letöltendő börtön, és élete végig kell neki fizetni. Hát azt el is hiszem. Hiszen a bíróság is megállapította, hogy tehát konkrétan meg nem határozható anyagi kárt okozott. Hát ez egy művészet tulajdonképpen, tehát attól függetlenül, hogy bevételt hoz a film a kasszákba, ugye? De itt a full bevétel, nem tudták fölmérni, hogy mekkora kárt okozott, hiszen bemutató előtt a teljes világgal megosztotta a filmet, gyönyörű, nem is tudom, talán full HD-ba. Tehát, hogy ez, és akkor nem mondta, hogy főáboroda kérdezte, hogy ugyan miért, másik csinált már ilyet. Hát de nem ilyen minőségben, és nem megjelenés előtt. Az, hogy egy moziban, mozi minőségben, mozi hanggal fölveszik, homályosan, az valószínűleg legtöbb gyártót nem érdekli, mert tudják, hogy az igazi rajongók azok úgyse ott fogják megnézni, és mert nagyon nem is tudják kivédeni legtöbbször ezeket. De tényleg, hát azért van olyan forgatás a világon, ahol bizonyos projekteknél különböző színű kártyák vannak, hogy a stúdió biztos többe sem mehetsz, még akkor sem dolgozol. El vannak szaporálva egymástól részek, mint valami börtön, ugye? Pontosan, különböző szintű kártyák, nem is fogja jósult, hogy bemenj, hogy véletlen se legyen. Neked mi a legkedvesebb élményed? Így a kaszkadőr pályafutásod során, akivel legjobb volt találkozni, legkedvesebb volt, vagy váratlan? Hát ezt így nehéz, mert sok mindent szeretek, mert sok minden élmény van. Nehéz egyet így kiemelni, mert hogy de nehéz. Tehát magyarok közül is van olyan színész, akivel szívesen dolgoztam együtt, külföldiek közül is. Van jelenet, ami mai napig, mint amin az első jelenet, amit kaszkadőrén csináltam, az megmaradt a Last Kingdomban mindig, ugye. Az legelső kaszkadő megjelenése, az mindig benne marad az emberben, az első munkája, ugye. Vagy amikor tényleg a Jason Momoa bétes hátba veregetett, hogy szevasz öreg. Tehát ezek jó, persze. Tehát ilyen ember közeli? Ő nagyon jó fej egyébként, nagyon jó fej, így van. De nagyon nehéz egy ilyet kiemelni, hogy egyet, mert nehéz. Tehát egy sok ilyen élmény van az emberben, amit elteszek. Mindenki csinál képeket, mindenkinek a fejben meg valós képeket is, csak én ezeket például soha nem osztom meg. Nekem otthon szép gyűjteményem van abból, amit én ott csinálok képeket. Ezeket forgatások szünetében. Forgatásról képet készíteni, mondjuk mobillal? Nem, forgatáson kívül, szetten kívül, színészekkel, kollégákkal, de szetben sose, tilos is, nem lehet. És hát ezt be is kell tartani. Mert véletlen. Csinálsz egy fotót, és kikerül mobiloddal, akkor abból óriási botrány lehet. Nem. Tehát ezt én tudom, hogy vannak emberek, akik ezt nem így tartják be, de pont azért, mert ember vagyok, én is hibázhatok, inkább kikerülöm ezt, nehogy véletlen ebből magamnak vagy másnak valami úgymond szart kavarják, tehát nem kell senkinek ez. Én ott vagyok, végigélem meg, ha helyszíneket így gyakran. Hát most például Hunyadiba forgattunk egy-két olyan gyönyörű helyen, hogy az ember nem hinné el, hogy az ember milyen gyönyörű helyek vannak Magyarországon, amikor más szemszögből látod, mint egyébként oda elmész. Tehát, hogy nagyon szép helyek. Budaörsnél például egyszer forgattunk egy olyan jelenetet egy völgyben, ahogy mész a reptér felé, tudod, Budakeszi felől van az összekötő út, és ott egyszer csak balra lementél,
ott 6-800 métert ment, és eljutott egy olyan völgybe, úgy érezted, hogy Új-Zélandó vagy, esküszöm. Tehát csörgedező patak, kiskerítés, kőfal, ilyen kis kőhidak, gyönyörű kis dombságok. Hát ott emlékszem mindenki, tehát érdez, mindenki, megálltunk a parkolóba, kiszálltunk, és álltunk a parkolóba, és nézelődtünk. Itt van, közeledben, és nem tudtál róla, hogy itt ott van. Élek, és mondom, milyen látvány fogadta, jött fel a nap, ugye, és mondtam, hogy tehát én nagyon sokszor elmondom, és néha hülyének tartanak, hogy gyönyörű környezetben jó munkát végzek, amit élvezek, és jó megfizetik. Én nagyon szerencsésnek érzem magam ebben a szempontból, ugyanilyen kőkeményen megdolgoztam azokért a dolgokért, amikben benne vagyok, de hogy azért mind a két munkám olyan, amit szeretek, mind a szájteges tanácsadás, mind pedig a filmes kaszkadőr munkák, amit szeretek és élvezek. Uh-huh. És remélem még jó darab, bár a korom már ugye éltes, úgymond, az tény. Ezért is egyébként nekem foglalkozom azzal, hogy edzett legyek, nyújtsak, mert ebbe a korba egy 50 évesnek azért a sérülés rátája nagyobb, mint egy 22 évesnek, ez egyértelmű. Uh-huh. Viszont igenis formában tartom magam, hogy ez jó működjön. Úgyhogy én nagyon próbál magam megbecsülni ebben az érában, mindkét érában, mert a szájtekes munkában is én nem azt szeretem, hogy mint kereskedő eladok valamit. Mert eladni te is tudod, Zoli, bármit el lehet egyszer bárkinek. Az nem művészet. Az, amikor olyan információt adsz el, olyan tanácsadást adsz, és úgy adsz el terméket, hogy ő azt értékeli, és visszajön hozzád. Uh-huh. Mert hogy ő annak hasznát vette, hogy annak értékét talált annak, amit azt szeretem. Azt szeretem, és emiatt szeretek. Egy formátumban nem tudnék így dolgozni. Aha. El kell áruljam a kedves nézőknek is, meg hallgatóknak is, hogy Lajos az egyik olyan bolti szaktanácsadónk, akihez küldjük az újoncokat általában, hogy üljetek be a Lajos mellé, és nézzétek meg, hogy milyen egy igazi, jó szaktanácsadó, értékesítő, eladó kolléga, hiszen ezeket a sztoriket, amiket itt most mesélsz, meg hallgatunk tátott szája tulajdonképpen, ezeket beleviszed az eladásba is. És az ember úgy távozik tőled a boltból, hogy itt most nem egy zacskó fehérjét hoztam el, hanem elhoztam egy darabot Lajosból, vagy ilyen idézőjelben mondom. Egyébként nekem egy furcsa fejlődésem, hogy amikor én elkezdtem az erősítést, vagy a gyúrást, ugye az én időszakomban, 16-17 évesen, nem nagyon volt se szaktanácsadás, se irodalom magyar nyelvű, semmi hozzáférhető anyag. Külföldi magazinokból ollóztuk ki, meg ellestük ugye a dolgokat. Emlékszem, 16 évesen német mennyiségi edzéstervet csináltam fekvenyomásból, evezésből, úgy túl voltam edzve, mint az őrült, nem fejlődtem egy centit se. 170-et nyomtam fekve 68 kilóval, de úgy néztem kint egy beteg egér. Tehát, hogy nem fejlődtem semmit. És a mai fiataloknak, akik bejönnek hozzám gyakran szülőkkel, én szeretném azt a srácot jó irányba terelni, hogy kikerülje azokat a csapdákat, amiket én vagy a én korosztályom, és hogy a mai felgyorsult világban, mert ez is sajnos úgy látom, hogy egyébként az internet korát éljük kőkeményen mindenben, tehát minden gyors, minden villám gyorsan átmegy rajtad, és minden azonnal kell. Tehát a mai napig egy nagy mondat, amit nagyon sok helyen a fórumon eladtam már, amikor bejött hozzám a srác, megállt a pultet, és azt mondta, hogy szia, 3 hónapja gyúrok, elértem a genetikai határaimat, adják kokszot. Én ott konkrétan elefagytam, pedig már sok mindent hallottam. Pultaló bátya, ugye? Pultaló bátya, tehát mintha nem tudják, mert nem tudják, hogy ez meg egészen más kategória Magyarországon, így az anabolikus szteroidok tulajdonképpen kábítószer kategóriában vannak, megítélés szempontjából. És hát villám gyorsan kapcsoltam, és hát próbáltam helyreigazítani, de tényleg a srácok minden gyorsan akarnak, és nagyon sok szülő hozza be után hozzám a gyerekét, mikor mondom a srácnak, hogy és hozzátenném, hogy aludj. És akkor nézd rám a gyerek, mondom, tudom, hogy jól esik csetelni fél egykor, tudom, meg tudom, hogy jól esik fél egykor még videójátékozni, de a kékfény, a nem alvás, a 10 órát nem alszol, nincs növekedés, hormon termelődés. Nem alszol, semmi nem fog úgy növekedni a testet, amit szeretné, hogy még nőjön, semmi, az akkor, ha nem alszol. És akkor jönnek a szülők, hogy mondja neki, mert nekem nem hisz, mondom, igen. És jönnek be hozzám válogatott szintű vízilabdás gyerekek, birkózók, ökölvívók, atléták, akik fiatalok és élnék a maguk életét, amit éljenek is, hozzáteszem, hajrá, te nyomják, csak próbálják ezt, ha vannak céljaik és vannak fejlődési céljaik az életükben,
ebben a periódusban is, akkor ezt igenis meg kell támogatni, nem csak azzal, hogy veszek egy doboz fehérjét, vagy hogy eljárok egy héten 12 edzésre, ami kőkemény, a másik fel akkor fog kijönni a 12 edzésnek, hogyha alszik mellette, megfelelő minőségben alszik, beszedi azt a fehérjét akkor, amikor kell, azt a vitamint akkor, amikor kell, és nem csak egy doboz fehérjét akarok neki adni, hogy használja, mit csináljon mellette, hogy edzen, hogy kezelje ezt a sérülést, mert engem már 50-szer agyon rúgtak úgy azon a helyen. De tudom, hogy kell fölépülni egy gerincsérből, vagy bármiből, gerincrepedésből. Tehát, hogy, és akkor mondom, és akkor ha így távoznak a boltból, akkor én is elégedett vagyok. Uh-huh. Hogyha látom, hogy igen, és visszajön. És akkor nekem elmondja az a srác, hogy az anyjának nem, mert otthon én is csak apa vagyok. Tehát a fiam nem hallgat rám, legtöbb esetben, mert csak az apa gyerekek, ugye? De hogyha ezt a szomszéd mondaná neki, akkor azt, hogy meggondolná. Uh-huh. És akkor bejönnek a boltba, ott vagyok én, és akkor elmondom, hogy ezt hogy kellene csinálni, külsősként, megértve az ő problémát, legalábbis megpróbálni, megértve, mert én már áttestem ezen, és akkor látom, hogy és akkor meg humognak, és akkor ha látom, hogy csak egy pici gondolat elplántáltam a fejébe, akkor jó, és akkor már tudom, hogy vissza fog jönni, megveszem, mit kell, hozzám fordul megkérni, és ez így jól tud működni, ez egy jó kis szimbiózus. Aha. Emlékszem, volt egy sztori, amikor bement valami srác, és nem tudom, fehérjét szeretett volna, és akkor próbálta neki segíteni, és mondta, hogy látom, nem értesz hozzá. Igen, barátjával jött be, igen, bejött a barátjával, és akkor próbáltam segíteni neki, hogy mifelé, és akkor nem is nekem mondta tulajdonképpen, tudod, leginkább az volt benne tulajdonképpen szitáció, megalázó, hanem hogy ránézte a barátját, látod, ilyen, mikor valaki nem ért hozzá, aztán beleszól. És akkor leültél, emlékszem, és akkor hozzátok, gyerekek, majd kifizetitek. Mondom, a pultán megtaláltok, majd ott ki tudjátok fizetni, nem mondom, akkor nem. Igen, nem mindenki, tehát sokan vannak, hogy úgy mennek be egy ilyen táplálékkiegészítő boltba, hogy van a fejükben egy kép, hogy olvastam az interneten, és a kis Pistának működött, meg 15 kg izmot hozott neki nap alatt, igen, akkor igen. Az nekem is fog működni, és hogyha találkoznak egy ellenvéleménnyel, vagy más véleménnyel, mint amit nem ők szeretnének hallani, akkor ugye az van, hogy hát ki ezt? Hát kérlek szépen, az internet korára vonatkozik ez is, hogy régen nem tudtak az emberek erről semmit. Konkrétan fél információik voltak a táplálékkiegészítőkről, a fehérjékről, az aminósavakról. Hát emlékszem, az egyik nagyon aranyos, sőt, egy család a bolt előtt, és a gyerekek, két gyerek, egy ilyen 8 éves forma, meg egy ilyen 6 éves forma, két gyerek néztek be, ugye, testépítő poszterek, ugye, kim voltak, és az anyuka eltakarta mind a két gyerek fejét, arcát, szemét így elhúzta, és mondta, hogy gyerekek, ne nézzetek be, ezek hormonok. Tehát és akkor mondtam, hogy elnézést, hogy kész csak bocsásson meg. Tehát konkrétan kiléptem az üzlet elé, megszólítottam őket, és fél óróval távoztak az üzletből, fehérjével, vitaminnal, és nem azért, mert hogy eladjak valamit, hanem hogy felvilágosítsam őket, hogy ezek nem hormonok. Edukálsz. Igen, tehát, hogy ne féljenek ettől, hiszen a tejsavó és a tejfehérje az a babatápszerek alapja. Konkrétan. Tehát, hogy ez nem egy Istentől elrugaszkodott dolog, ez egy táp, kieg, hogy a neve mutatja, tök jó mankónk, megtámogat egy jó étrendet és egy jó életmódot. És ez is tetszett, hogy az anyuka végén az volt egy visszajáró vendég. Uh-huh. Konkrétan ennek is veszik, amit kell. De hogy tényleg az embereknek fél információjuk volt most már, most talán egy kicsit a ló túloldalra esett a dolog, hiszen az interneten minden elérhető. Viszont annyi az információ, gyakran ellentétes, hogy ők se igazodnak ki rajta, hogy valójában mi ebből az igaz, mi ebből a jó, melyiket fogyasszák, de gyakran listával jönnek, kiírják, kifényképezik, ezt szeretném, ezt szeretnék, és akkor, mikor mondják, hogy mit szeretnének, akkor a tápanyagtartalomból nagyjából következtetők, mit akarnak, és akkor megkérdezem, hogy egyébként mi a cél, mit szeretnél, mit sportolsz. Igen, tehát egy jó eladó, ugye általában nem az van, hogy tukmál és elmondja, hogy igen, ennek az az előnye, meg ez az előnye, hanem inkább kérdésekkel operál. Tehát az van egy ilyen mondás, hogy keressük a választ, de még a kérdéseket tudjuk. Igen, gyakran. És sok ilyen van egyébként a Harry Potteres csomag, ugye az én kedvenc sztorim. Volt egy rász, aki bejött, és hát ez még nem itt történt, amíg a körúton, a kisboltban voltam, a Terész körúton. Bejött egy srác, és azt mondta, hogy figyelj, nekem olyan anyag kell, ami nagy kiszerelésű, nagyon finom, sok izmot hoz, de olyan vándámosat, nem olyan nagy, hanem olyan szálkás vándámos izmot hoz, hogy de vigye le a zsírt, természetesen. Nem nagyon van időm edzeni, kajálgatok ezt, azt, ami beugrik, tudod, kis fagyi, ez az, hétvégén kólázgatok is, de hogy tényleg, hát, hogy sokáig elérjél, és tartósan meg is maradjon. Van ilyen cuccod? Néztem le, és mondtam, hogy hát ez a Harry Potter varázscsomag, de most sajnos elfogyott, és jövő hét kedden fog csak jönni.
balaszírt arcom, mondtam, és tanácsok, jó, védked, mondom, kell, gyere vissza, kedden, persze. Hagytam, hogy kimenjen. Tehát aki ennyire konkrétan baromságokat beszél, és keresi tényleg a varázslatot, az mindegy, hogy mit fog neki mondani, teljesen mindegy, úgyse fog neki megfelelni. Tehát próbáltam neki elmondani, hogy ez ezért jó, ez azért jó, de ez csak akkor jó, ha ugye, tehát, hogy a fehérjét csak egy dobozolt csirkemell, hogy úgy mondjam, ha azt nem halasztanod fel, akkor csak dobozolt csirkemell maradt. Tehát, hogy de... Tehát ez kiegészítésre vonatkozik, ez van, nem arra, hogy helyettesítsük vele a szilárdétkezést. Illetve részben helyettesítése, de alapvetően a váz mindig az organikus tiszta kaja, mellett a rendes edzés, ez a bázis, ez nem lehet, tehát kikerülni nem lehet a munkát. Hát a családod egyébként szupportív ebben a tekintetben, tehát hogyha gondolom a kisfiad mindig mesél, hogy apát ma megverte a Jason Momoa, vagy a Dwayne Johnson. Figyelj, tudod, mennyire hidegen hagyja ők? Komolyan? Valószínűleg azért, mert ebbe szocializálódtak. Tehát ez volt a természetes, nem hogy... Nem szokott dicsekedni vele? Suliba vagy? Nem tudom. Gőzöm sincs, hogy dicsekszik-e vele. Én azért velük megosztom a sztorikat, ami olyan, persze néha röhögnek is. Emlékszem, hogy és nagyon, nagyon fontosnak tartottam, hogy nekik megmagyarázzam, hogy a film az kamu. De a film az egy színház, az egy kabuki színház, tehát ott, amit látsz vért, robbanást és fájdalmat, azt mind eljátszák. Tehát, hogyha látsz egy akciófilmet, amiben a főhős telibe lövik, az csak művér. És ebből fakadóan egy picit talán, pláne a Csongor, egy picit talán Csongorfilm hamarabb nézett velem akciófilmeket, olyat is, ami nem biztos, hogy neki való lett volna, édesanyja szerint legalábbis biztos, de hogy pontosan tudja hova tenni a dolgokat. Tehát nem esik kétségbe attól, hogy egy jelenetben motorozás közben telibe lövik egy shotgunnal, mert tudja, hogy ez csak vicc. Csak a film. Igen. Ez nem valós. És többször megtettem azt, hogy megkértem a sminkes lányokat, hogy mondjuk azt a kardvágást, ami a fejemen keresztbe ment, azt hagyják ott. Lemostam minden sminket, lecseréltem magam utcai ruhára, és úgy mentem haza, hogy egy vágás van a fejemen. És beléptem, és... Megfagyott a vére. És ott is láttam, hogy atya, úristen, nem fáj, miért nem ordít, ez nagyon fáj. És akkor elmondom, kicsit fáj, de mondta a doki, hogyha nem múlik el reggelre, akkor be kell kötni, meg minden, és akkor amikor leszedem, persze, megint szivadsz. Tehát, hogy, és akkor ezekkel elvettem az élét azoknak, amikor egy esetleges filmben kicsit több vér van. De persze ez maximum, itt ilyen akcióvígjátékokra vonatkozik, mert nem is nincs is igényük igazán, például horrorfilmet, ilyesmit nézni, nem is én se szeretem egyébként legalábbis velük nézni. Úgyhogy... A táplálék kiegészítés, illetve a táplálkozás terén támogatod őket, vagy illetve azt mondod nekik, hogy igen, szedjetek vitamint, vagy inkább a táplálkozásban oldjátok meg, hiszen olyan kertesházban is laktok, ahol erre van lehetőség, hogy saját legyen. Táplálkozásban próbálok nekik adni, bármi mondtam, hogy senki nem lehet otthon ugye prókátor, nem nagyon használ, amit én mondok. Hiába meg látják. Tehát azért érdekes, mert én azért alaphelyzetben igyekszem nagyon jó lenni. Még ha vannak is kilengésem, alapvetően én mindig mindenféle diétát kipróbáltam, ugye. Egyrészt a munkából fakadóan, másrészt a betegségemből fakadóan, ugye, amit te ismersz, hogy ugye van egyfajta antitumor betegségem, ezért én nagyon szigorúan tartom. Ha eldöntök, hogy valamit kipróbálok, akkor az kőkeményen tudom, hiszen megcsinálom, és azt látják is, hogy én, mit tudom én, csak ketogén diétát tartok, vagy éppen most, mit tudom én, Atkins diétát tartottam, és kipróbáltam, ugye szerintem a ketogének egyik előzménye volt. De ők azt teszik, amit éppen szeretnének. Igyekszek ebből jó forrásokat tenni, neki biztosítani, de azt teszik, amit szeretnek. Mozgásba pedig az nekik természetesen van, amit mindig csinálnak. Nagyon aktívak. Igen. Azt mindig szoktam emlegetni, hogy mutattam valakinek éppen, mikor építettél nekik egy akadálypályát a kertbe. Igen. És ugye ez gyerekként, nem tudom, nekem is valószínűleg ilyen óriási élmény lett volna, hogy volt benne libikóka, kúszás, igen, mászás, mintha egy ilyen ninja warrior volt. Ez igen. Olyannyira jól sikerült, hogy ők például azóta két karácsonyra is atlétikai akadálypályát kértek. Aha. Tehát tudod, ilyen sprinter bójákkal, magasságugrók, a magasugró cuccokat össze kell rakni. Tehát én nagyon szeretem azt, hogy ők a mai napig ténylegesen be tudja őket rántani az internetes világ, hiszen egyben nőnek fel. De amikor csapatban vannak és jó idő van, be se lehet őket rántani az udvarról, kint ugrál köteleznek, bújócskáznak, rohangálnak az udvaron, fiam imád biciklizni. Ezt szeretem bennük, úgyhogy ez hál' Istennek azért. Igazi ez jó a fajta... gyerekek, akik kint töltik a szabadidejüket. Igen, meg
Igen, mondtam a mikroedzéseket. Egyik alkalommal készültünk a vasárnapi ebédre, és aznap még nem csináltam semmit, de tudtam, hogy délután lesz programunk, ezért gyorsan az ebédet le akartam tolni. Valamint, hogy csináltam egy ilyen, fekvőtem az Google-asba felugrás kombót, mondom, hogy 5-6 szériát csinálok, egy ilyen gyorsan non-stop, és akkor túl vagyok. De a kislányom közben megkapta a levesét, elkezdte enni. A 3-4 éves lehetett nagyjából, és akkor csinálom ott a magam kis dolgát a sarokba, és akkor rám néz, hogy apa, te minden nap fekvőtámaszozol? És akkor mondtam, hogy hát mondom, minden nap csinálok valamit. Kanalazza. Most, és miért? Hát mondom, hogy edzett legyek. Aha. Kanalaz még egyet. Mi az, hogy edzett? És akkor esett le nekem, hogy hát ő ezzel fogalommal nincs tisztában, hogy mi az, hogy edzett. Aha. És akkor elmagyaráztam neki, hát mondom, ellenállóbb legyen a testem, erősebb legyek, jobban bírjam a terhelést, ha baj van, meg tudjam védeni a családomat, mondom, meg hogy erős izmos legyek. Rám néz, jó van, apa, akkor edzél. És kanalazhatod. És tudtam, hogy ez beégett az alaplapba. Tehát, aha, hogy ez nekik természetes az, hogy én minden nap csinálok valamit. Ugye, amikor megszületett az első gyerekem, akkor abbahagytam az edzőtermi edzést. Teljesen, mert ugye te is tudod, egy jó gyúrás, az sok időt veszel. Oda mész, leedzel, haverokkal vagy, dumálsz, kajász utána, stb. Isz vagy turmixot, 2-3 óra akár, nagyjából. Én ott ismertem egyébként a feleségemnek az edzőteremben, és ő is tudja, hogy mivel jár. És akkor megszületett a csongor, mondtam, hogy nem járok edzeni, és nézettem, hogy nem fogsz edzeni. Na nem, máshogy oldom meg. És akkor én 15 éve konkrétan nem végzek effektíve súlyzós edzést. Tehát végzek, mit tudom én, gumikötélenyomást, vagy egykezes súlynyomást, mondjuk lökést fej fölé, de ennyi. Uh-huh. Ennyi. És ezt megoldom máshogy, tudod, hogy meg legyen az edzésem. És azért ilyenkor mindig mondják, hogy street workout-a, meg saját testsősa nem lehet izmot építeni. Szerintem lehet. Elég sokáig. Persze végesek a határaik, meg természetesen a optimálisabb és szervezetőbb izomépítésre a gyúrás. Ez egyértelmű. De én 15 éve ugye, konkrétan mondjuk tegyen 14, és azért csak 90-92 kiló vagyok még mindig, és múltkor megnéztem, hogy 14 éve nem nyomtam fekve, 110-115 kiló kiment fekve. Uh-huh. Úgyhogy 14 éve nem nyomtam fekve, nyomó padhoz effektíve. Tehát az van, aki évek óta edzés, nem nyom ki 115 kilót, tudom, mert nem nyomja ki. Tehát ennek függvényében ez szerintem egész jó bizonyíték arra, hogy az ember csak fekvőtámasz, tolóckodás, kézenebzsakinyomás, ugrálás csinál, akkor az a pláne, hogyha nincs vele nagy célja, úgymond, hanem annyi, hogy fit legyen, egészséges, és edzett, akkor azt simán meg lehet. Teljesen jó. Csak legyen meg a mozgás, legyen meg a terhelés. Igen, egy jó kaja, jó pihenés, és minden megy a maga medrébe, és szerintem ez számít a rendszeresség. Meg közben nem is néztem a kommenteket, hogy jött-e komment. Balázs, te ott láttál valami kommentet, hogy jött esetleg a élőre? Nem. Jó. Korai időpontban ugye nem hirdettük meg előre ezt a live-ot, és lehet, hogy itt meg vannak illetődve. Kérdezzetek bátran, bár így már a műsoridő végén vagyunk. Úgyhogy... Majd lesz a kommentek utólag. Lehet, illetve ugye fent lesz a YouTube csatornánkon ennek a videónak a vágott verziója, ha esetleg most olyat mondtunk élőben, ami nem volt. Szerintem semmi. Egyébként a tápkiegek szervesen beépültek már a kaszkadőrök életébe. Viszel nekik? Ők kérik egyrészt, esetleg? Ez egy dolog, de például a külföldi nagy stábnál ott kőkeményen kapják. Tehát, hogy ott van az asztalon bizony minden, az aminósav, a savasodásgátló, a fehérjék, a kreatin, az energiától az izotóniás, és bizony, mondom, mikor egy-egy olyan napunk van, amikor reggel koreográfia, utána edzés, délután koreográfia, és konkrétan ez 6-8-10 óra munka, akkor bizony jó, hogy ott vannak ezek a kis tápkiegek, hogy ezen átbillentse meg a regenerációt, fölgyorsítsa, hozzák. Tehát ez most már szervesen. Teljesen jó. És van egy szakértőjük ugye a személyedben, aki ismeri is ugye, hogy melyik doboz mit tartalmaz ezek. Hát van is, akinek viszek, hozzám bejár egy jó pár kolléga, egyébként meg segítek, meg hogyha kérdezek, mindig segítek nekik, tehát hogy mit lenne célirással jól használni, de nagyon sokan tudják, és meg az alapokat használják. Használnak vitamint, fehérjét, aminósavat, és ezzel nagyjából izületvédő, az nekem egy alap dolog az is, és ezzel nagyjából be is lövik azt a kört, amiben aztán mozognak, utána már csak a finom beállítás kell lőni, hogyha valakinek specifikus célja van, hízni akar, izmot akar összeszedni egy karakter miatt, vagy fogyni akar, mert éppen azt mondják, hogy fogyjál le még 6-8 kilót, mert még nagy vagy hozzá, akkor ebbe kapnak kell. Egy komplett tanácsadást. Igen. Jó, igazából a műsoridőnk végére is értünk lassan.
Úgyhogy, hát Lajos, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és beszélhettünk ezekről. Rengeteg érdekes sztorit hallottunk, és hát remélem, nekem ezek érdekesek. Az emberek vissza fognak követelni, hogy igen, szeretnék még Lajostól hallani. Menjetek be a SciTech szaküzletbe, azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk, szerintem, hogy Monparkban dolgozik Lajos általában, vagy helyettesít itt Budapesten egy pár helyen, mert én is kértelek már meg, Básul, hogy igen, helyettesíts, igen. Kérlek. És kérjetek tőle bátran tanácsot, látjátok, halljátok, hogy milyen sokrétű színes tudása van, úgyhogy bátran menjetek oda hozzá, és kérjetek tanácsot, vagy táplálék kiegészítővel, vagy edzéssel, vagy életmóddal kapcsolatban. Nos, köszönöm szépen még én egyszer. Köszönöm a meghívást, remélem, hogy élvezetes volt valamilyen szinten. Leizzáljuk akkor így az élő adásunkat. Sziasztok, Hello, és sziasztok. Találkozzunk legközelebb is.